Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban folytatódik ez a WWE 2K22-s HCV-s alternatív univerzum. Ugye bár ez már itt az Underground 7. évadának a 32. adása, és haladunk és közeledünk a véres november felé. Ugye a legutóbbi gála a tűzvonal volt, vagy a legutóbbi nagy gála. Na de akkor lássuk a nyitó mérkőzésünket, melynek első részéből ugye érkezik is a ringbe az önjelölt rockstar, a jelenleg regnáló Revolution bajnok, Danny Rocks, kinek már megvan az ellenfel a véres novemberre valószínűsíthetőleg. Ugye Szalai Zoltánnal került egy kisebb nagyobb összetűzésbe az utóbbi időben Danny Rocks. Na de az önjelölt rockstar itt van. Ugye ez nem a Revolution nevén zajló címmérkőzés, de attól függetlenül egy hatalmas kalp lehet Danny Rocks ellenfele számára, aki nem lesz más, mint a korábbi Revolution bajnok itt ebben az alternatív univerzumban, a szibériai agresszor Ivan Kazakov érkezik is a ringbe. Ugye tudom, hogy Ivan Kazakovnak már nem ez a karaktere, de mivel ez az én alternatív univerzumom, így úgy gondoltam, hogy miért ne lehetnek ezek a verzologimikkel itt. Szóval érkezik is a szibériai agresszor, Ivan Kazakov. Hát lássuk tehát! Kazakovnak, hiszen ugye ő korábbi Revolution bajnok volt, mint mondtam ám, azonban nem nagyon jönnek neki mostanság a sikerek, és ez egy kiváló visszakapaszkodási lehetőség lenne, hogyha jelenleg regnáló Revolution bajnokot, ha nem is a címért, de viszont de tudná szorítani 3-ig. Azonban Danny Rocks egyenlőre az, aki jobban kezd ezt a mérkőzést. Majd pedig vipperi Kazakovat, és megvan a crossbody Danny Rockstól. Az önjelölt rockstar még mutatja, mire is képes, azonban most Kazakov tud visszavágni, és kemény kombinációval érkezik. Még egy gúnyos kis pofont is oda tudott tenni ismételten. Majd pedig megragadja Danny Rocksot, és viszi be a sarokba. Azonban Danny ki tud jönni egy elbóval, majd egy hatalmas clothesline az önjelölt rockstartól. Most pedig mire készül Danny, nem tudjuk, mert Kazakovtól szép a kodra, és hát... Ó, hát nagyon gúnyosan kisöpörte csak Danny Rocks lábát. Kazakov is úgy vette át az irányítást, hát ez... Ez nem volt a legferebb, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazom, nem ez volt a tisztességesebb módja a mérkőzés irányításának az átvevésére, de ezt már Kazakovtól megszokhattuk. Most pedig térdesekkel jelentkezik a szibériai agresszor. Ünnepelteti is magát Ivan Kazakov, majd pedig nézzük, mire készül, megragadja Danny Rocksot, viszi be a sarokba. Majd, az is megvan. Hoppá, most egy szépbe kell, vagy egy hatalmas enziguri Ivan Kazakovtól. Ajjaj, lehetséges, hogy ez már így K.O. Dannynek, de nem biztos, és nem. Bizony, hogy nem egynel ki tudott rúgni az önjelölt rockstar, hát nem hiába ő a Revolution bajnok, most ezt tudja és kontrázni, ki is tud előle térni. És jön Danny, jön Danny. De csak jönne, mert most Kazakov az, aki visszaveszi az irányítást. Danny többet kapott egyenőre ezen a mérkőzésen, mint sem Kazakov. Be is esik a sarokba, majd Kazakov még ott is folytatja a bántalmazását az önjelölt rockstárnak. Azonban Danny próbál visszajönni, hatalmas szíve van az ifjú rockstárnak, érkeznek a páncsok, azonban Kazakov most már ezt tudta hárítani, majd a neckbreaker. Tussra megy ismételten a szibériai agresszor.
Majd pedig ott van a kombó. Ismét ezen a sarokban. Nem tudjuk, mert mire ment volna Kazakov, de az biztos, hogy Danny Rose hatalmas polszennal érkezik, de mégis... Mégis miért szólalt meg Szalai Zoltán zenéje? Érkezne a másik szinten lévő ember? Ugye hát ő lesz majd, ha minden igaz, ő lesz majd az ellenfele Danny Rose-ot a véres emberen. Ó, de ott van, egy székkel, és leüti Dennyt! A bíró pedig annyit lát, hogy Zoltán kiszalad a ringből, és Kazakov pedig kúszik, és tussra megy a szibíriai agresszor. Na ne! Na ne! És de... A mérkőzés győztese Szalai Zoltán beavatkozásával, de végül is Iván Kazakov lett. Hát ez... igen érdekes. Sok kérdést felvető cselekedet volt elém a Zoltántól, de... De hát, hát mit is mondhatnék, Iván Kazakov lett a mérkőzés nyertese, szép mérkőzés volt. Kazakov és Danny is mindent beleadta, azonban jött Zoltán. Hát úgy gondolom, hogy Danny azt nem fogja szó nélkül hagyni, de egyelőre most Iván Kazakov az, aki ünnepel győztesen. A mérkőzés győztesre tehát a szibíriai agresszor Iván Kazakov! És most pedig nem más érkezik a ringbe, mint sem a nagy úr Zafar Amin. Ki most érkezik a ringbe? A korábbi HCV bajnok itt ebben az alternatív univerzumban. Lássuk tehát, hogy a nagy úr mit szeretne mondani, vagy hát van, sejtem mit szeretne mondani, mert az előző Undergroundon Boldo Brown beleavatkozott a mérkőzésébe, de ráadásul ezt ugye azért tette valószínűsíthetőleg Boldo, hiszen Zafarral már megmérkőzött korábban, és Zafar csak úgy tudta legyőzni a parti állatot még a tűzvonalon, hogy belenyúlt a szemébe, majd onnan egy rollappal. Tehát nem túl tisztán maradjunk ennyiben. Mondhatni, csalással verte meg Zafar Amin Boldo Brown. És feltett, az én szerintem ezért tette ez Boldo, hogy utána beleavatkozott Zafarnak a mérkőzésébe, és ezáltal a nagy úrnak okozott egy vereséget. No de lássuk. Mondja Zafar, hogy a, mint tudják, a nézők a ti kis kedvenceik. Boldo nem bírta elfogadni azt, hogy ő veszíti a tűzvonalon, és ezért az előző Undergroundon beleavatkozott a mérkőzésébe. És most megkérdőjelezi Zafar azt, hogy a közönség most megint ki mellett van, ugye Boldo mellett. Arról beszélnek, mondja Zafar, hogy ő csalással megverte Boldót, de hogy most meg már azt mondja, hogy elege van egyből. Nem tud a fejébe félni az, hogy milyen undorító emberek is a nézők, mondja ezt a nézőkre, közönségre, de hát ahogyan hallom, érkezik a parti állat Boldo. Így is van. Ugye Boldo még az utolsó ember igen tért vissza, és itt ebben az alternatív univerzumban ugye full time-ban van itt. Úgyhogy lássuk Boldót. Mit szeretne erre válaszolni a parti állat? Valószínűleg akkor meg fogjuk tudni valóban az indokát, hogy miért is avatkozott bele a mérkőzésébe Zafarnak. No de akkor itt is van a parti állat. Én minden esetre kíváncsi vagyok, hogy mit fog ez még hozzátenni Boldo, és mi lesz az indoka. Én valami hasonlót tudok elképzelni egyenlőre. Azt mondja, majd a csávókám, nyugodjál, lekérlek. Mondja, a szitúc az van, hogy megvertél, ugye Zafarnak mondja, de ugye csalással. És azt mondja, hogy az ilyen emberekkel van tele a töke. Zafar pedig azt mondja, hogy
mi az, hogy neki, miért, mi az, hogy boldulnak áll feljebb, hogyha amikor ő avatkozott bele Zafar mérkőzésébe. Úgyhogy igazság szerint Zafarnak van elege. Boldog azt mondja, hogy ez ekkora probléma, akkor miért nem rendezzük úgy, mint férfi a férfival, és ezzel Boldog ki is hívja most Zafart egy mérkőzésre. Azt mondja, hogy nem akar a jövőben balhét a szabályok miatt, úgyhogy a véres novemberen False Count Anniversary stipulációban fog megtörténni ez a mérkőzés, és azt mondja majd, hogy ott tala Zafarral. Hát akkor a véres novemberen ez a két birkózó egy False Count Anniversary mérkőzésen találkozni fognak. Egyébként, ha tetszik, és biztosan akarsz értesülni a tartalmakról, akkor iratkozz fel, illetve gyere fel a Discord szerverünkre, és ott tudsz csetelni akár a Birkóról, vagy bármi máshol is, és a közösség tagja lehetsz. Valamint részt vehetsz szavazásokon, és a kérdéseidet felteheted a kérdések chat szobában, amiket én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok válaszolni. Link a videó leírásában. Így van, mindenképpen gyertek fel a Discord szerveremre. Na de akkor jöjjön a második mérkőzés ezen a mai Undergroundon. Érkezik is a gulyás testvérek, azonban most csak egyikőjük lesz akcióban a ringben, hiszen Gulyás öcsi a spártai légiósok másik egyik tagjával fog megmérkőzni, hiszen a Gulyás testvérek és a spártai légiósok találkozni fognak szintén egy mérkőzés keretein belül a véres novemberen, és ugye az a meccs ráadásul a HCV Tekin bajnoki öveiért fog menni. Szóval most Gulyás öcsi és Markus Mitra lesznek akcióban. A Gulyásék már itt vannak, ugye hát Vian most természetesen elkísérte az öcsét. Öcsit. Na de akkor jönnek a jelenleg regnáló tag team bajnokok, a spártai légiósok, kik ebben az alternatív univerzumban tag teamként vannak, ugye Jelán, Jorgos Kalanis és Markus Mitra. És hát ugye Jorgos Kalanis is elkíséri a ringhez Markus Mitrát. És hát ugye Viamos és Jorgos a ring mellől fogja ezt végignézni, ezt a mérkőzést. Szóval lássuk! Markus Mitra lesz tehát akcióban, még egyszer mondom, a spártaiaktól, kik hát eléggé domináns csapat. Úgyhogy a véres novemberen ez a két csapat, ha megmérkőzik, akkor az igen brutális mérkőzés lesz, és igen jó mérkőzés lesz. Hiszen ugye a Gulyások is korábbi tag team bajnokok voltak. No, de akkor most öcsi és Markus Mitra egy az egy jeleni összecsapása fog következni. Így is van, elindul a gong, vagy hát megszólal a gong, és ezzel elindul a mérkőzés. Egyenlőre öcsi az, aki tud érkezni, és a földre is tudja vinni Markus Mitrát. Hát a súlyfölény itt ugye nem is egyértelmű most, hogy melyik párosnál van jelen, vagy hát melyik embernél van jelen gyakorlatilag. Azonban most Mitra tud visszajönni. De a power slam az megvan! Hát úgy néz ki, a Mitrának nem számít az, hogy kihány kiló. Ő bizony elhajítja. Borzasztóan erős Mitra, és ugye ugyanez elmondható Jorgosról is. És most a sarokban kezdi el csépelni Gulyás öcsit Markus Mitra, és most a close-line is megvan a sarokban. Tusra megy, de csak egyig jutott el Markus Mitra. Azonban szedi is már föl a földről öcsit, és ragadja meg. Azonban öcsi hoppá, könyökösökkel tud visszavárni a falu bikája. Ajjaj. De jön vissza Mitra. Egy headbutt, és az öcsit letöríti a földre. Hát a spártaiaknak ezek szerint jó kemény a kobakjuk. Mitra egy kicsikét
pózol a közönség felé, hoppá, most mintha milyen most próbálkozom, de mit nem foglalkozik vele, szóval ez annyira nem, nincs rá hatással a mérkőzésre. Tehát nyilvánvalóan Vilmosnak nagyon nehéz lett végignézni, ahogyan szerencsétlen, vagy hát szerencsétlen öccsét gyötrik a ringben. Ráadásul egy 110 kilós spártai harcos gyötri éppen a ringben, szóval nem lehet bizonyára kellemes. Ojjaj! Oh. Megvan a diszkusz punch, ösi ismét adon a földön, majd a karra mér taposás Mitrától. Ismételten megragadja öcsit és viszi be a sarokba Marcus Mitra gulyás öcsit. Ott vannak a páncsok, de a harmadikat már tudja hárítani öcsi. Vissza tud talán jönni a mérkőzésbe. Ó, de nem! Egy pofon Mitrától, majd a Klauszájnál leküldi. Hát milyen most pedig egészen parádésan ezt széket tett be a ringbe. Közben kirúgott öcsi, hát ugye, hát milyen most nem a legélesebb kis a fiúban így, hogy ez látható is, hogy ugye a széket használnának, akkor diszkvalifikációval érne véget a mérkőzés. Na, de mindegy, közben öcsi próbál visszajönni a mérkőzésbe, sikerül-e neki? Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Vagy de, mégis. Az biztos, hogy leküldi Marcus Mitrát egy close line-nal. Mitra azonban még keveset kapott ezen a mérkőzésen. Hoppá, de a spear a semmiből! Felöklelt egy Gulyás öcsi a spártai harcort, de nem! Épp hogy csak nem! Jézus! Épp hogy csak nem lett meg Gulyás öcsinek a mérkőzés. Ó, és most Mitrától a kontra. Ajaj! Ó! Megvan a spear is! Hát Vilmos kikelve magából próbálja, hát nem is biztos, hogy próbálja elvonni, de mindegy. Na, a bíró közben kitette a széket a ringből, és öcsi pedig eközben vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Mire fog készülni a falu bikája? Mit az szedi össze magát, úgyhogy lássuk. Ó! Oh. Aha, nem, nincsen bent, az nincsen viszont bent. Jön Mitra, öcsi a sarokba esik, de nem. És most befogja öcsi, ajjaj, Brainbuster! Gulyás öcsitől meg lehet a falu bikájának, és meg is van. Gulyás öcsi győzelmet tudott aratni. Itt a mai Underground második mérkőzésében. Wow! Nem gondoltam volna a mérkőzés állásában, hogy itt ez még öcsi be fogja húzni, de behúzta! Így volt ez a gyönyörű szép felöklelés, ami még azonban nem volt ugye elég Marcus Mitra ellen. No, hát akkor Ösi részéről sikeres volt ez az 1-1 elleni mérkőzés a csapatok között. És hát ugye a Gulyásék és a spártai légiósok a véres emberen is találkozni fognak, ahol már a tét terítéken lesznek a tag team övek. Gulyás öcsi ünnepel, hiszen ő lett a mérkőzés győztese. Még egyszer mondom, a mérkőzés győztese Gulyás öcsi. Nos, és akkor most pedig érkezik a ringbe a francia forradalmár, Tristan Archer. Tristan Archer ugye a tűzvonalon mérkőzött meg Hős Antallal a HCV bajnoki címéért. Azonban most nem sikerült megszerezni ez Tristan Archernek a HCV bajnoki címét, hiszen ugye, mint tudjuk, Archer ...nek már volt egy lehetőség a Vendettán is, és ott is elbukott, és a tűzvonalon is elbukott.
És ugye a véres novemberre meg már megvan Antalnak a kihívója, a Rumble győztes BT lesz majd, Hűs Antal kihívója. No, lássuk! Tristan Archer azt mondja, hogy köszönöm mindenkinek, és azt mondja, hogy ő angolul fog beszélni, mert hogy nem érdemlik meg a közönség, hogy a hülye nyelvünkön beszéljen. És azt mondja Tristan Archer, hogy a közönség az oka annak, hogy ő most nem áll úgy itt, mint HCV bajnok. Azt mondja, hogy mint francia az alapján éli az életét, hogy szabadság, egyenlőség és testvériség, nem pedig lángos pálinka és rántott hús alapján. Wow! És elege lett már Archernek a közönségből. Wow! És meg fogja mutatni, hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség mit is jelent. Tristan Archer elhagyja a ringet. Nos, és akkor most jön a főmérkőzés, melynek első részvevője nem más, mint a botrány hercege, Tóth Bence, BT, ki most érkezik a ringbe. Ugye ő lesz az, aki meg ki fogja hívni Hűs Antalt a HCV-ban egy címért a véres novemberen. Ugye ő az utolsó ember igen tért vissza. BT. Úgyhogy hát lássuk. Lássuk, hogy a botrány hercege ezen a mérkőzésen hogyan fog helytállni itt a mai Underground főmérkőzésében. Nem lesz könnyű ellenfele, annyit elárulhatok, hiszen nem lesz más BT-nek az ellenfele, mint sem a WXW német szervezetnek a vezető edzője. Ő nem más, mint Robert Dreisker, avagy Avalanche. Kiérkezik a ringbe az osztrák hegyomlás. Az, aki most érkezik a ringbe. Hát Dreisker. Dreiskerről annyit kell tudni, hogy szeret pusztítani előjáróban. És ugye ő a tűzvonalon, ha jól emlékszem, a tűzvonalon Danny Rocks-szal mérkőzött meg a Revolution címért, és hát eléggé dominálta azt a meccset, ám a címet nem sikerült meghódítania és megszereznie Dreiskernek. De azt gondolom, hogy egy nagyon nagy veszély BT-re. És nagyon könnyen lehet az, megeshet az, hogy Dreisker nyeri ezt a mérkőzést, nem pedig BT. Ami BT-nek olyan szempontból nem lenne jó, hiszen nem jó vereséggel belemenni karrierje legnagyobb mérkőzésébe talán. Elindul a meccs, és Dreisker egy jabbel kezd be, a másodikat azonban már nem tudja beadni, mert jön BT. Ismét jön a kombóval Tóth Bence BT, majd a sorokban kezdi el csépelni, illetve most már vippeli át. Olyan, és megvan a chop is. Majd érkezik a botrány hercege, és megvan a dropkick is. BT megmutatta, hogy milyen fából is faragták őt. Robert Dreiskernek sem lesz könnyű dolga, azt aláírom. Azonban most Dreisker ki tudja használni a súly fölényét és az erő fölényét is. Hoppá, de BT azonban a gyorsaságát és az ügyességét tudja kihasználni. Dreisker a kötélen, nem. Ó, és egy hatalmas nagy bicycle kick Robert Dreiskertől. Tussa megy egyből, egyénel kirúg BT. Szedné magát össze. A botrány herceget, de Dreisker nem hagyja neki. Elkezdi most már a földön csépelni BT-t Robert Dreisker. Így is van. Ismételten. Au! Au! Ez fájhatott. Ha jól látom, mert BT-nek vérzik is a feje. De Dreisker nem kíméli.
A WXW német szervezetnek a vezető edzője, ugye Robert Dreisker. Vagy ugye Avalanche. Egyelőre nagyon pusztítja BT-t, most megvan a Body Splash-a sorokba, tusra megy az osztrák hegyomlás, azonban nem. Most mire készül Robert? Ó, nem tudjuk megváltani, ugye valószínűleg egy dropkickra ment volna a fejre, ami hát 130 kilóval eléggé brutális lett volna, de BT sikeresen elkerülte. És jön a botrány hercege, Dreisker a sarokba esik. Jön a BT, azonban egészen eddig, mert Dreisker ismételten leküld egy clothesline-nal a földre, túl Bence BT-t. És ó, hát végül lett dropkick csak a hátra, ami talán még rosszabb is. Talán még rosszabb is. BD szedi össze magát. De hát egyszerűen nem tud egyszerűen nem kiesni a sarokból. Ajaj, Dreisker még egyszer megpróbálja. Ó, bent van. Tusra megy egyből Robert Dreisker. De egyenél ki tud ebből is még rúgni BT. Nem hiába ő lesz Hűs Antalnak az kihívója a HCV bajnoki címért. BT most ismételten könnyökösökkel próbál visszavágni Dreiskernek és visszajönni ebbe a mérkőzésbe. Jön a botrány hercege. Jön. Azonban továbbra sem. És ismételten ugyanúgy leküldi. Leküldi. Egy close line-nal folyton Dreisker BT-t, most pedig felkapja a vállaira, és azt tudjuk mit jelent Death Valley Driver Robert Dreiskertől, tussa meg egyből. Kettő, nem. Nem lett meg, és ezt Evelyn sem hiszi el, hogy ez most hogy nem lett neki meg. Ismételten megragadja BT-t és viszi be a sarokba. Teszi fel a felső kötélre, onnan nagyot lehetne zakózni, de BT szenesen le tud jönni. No, de nem. Ismételten a sarokban találja magát. Ez azonban ma szép pontra, és oh, tényleg, de egész test ugye beledobva sem megy le Dreisker. Már a harmadikat kapja, és nem. BT azonnal megindul. Meglátta a lehetőséget a botrány hercege. Ó, de nem. Jön vissza Robert Dreisker. De most már BT tudod végre hájtani, és be is tudja fogni, mi lesz az. Olyan, ez egyet jelenthet, Cradle DDT bent van a Cradle, de nem megy túlsa, hanem egyből megy a búcsú csókra, ami szintén bent van. Na most már megy tusra BT, és megvan a botrány hercegének ez a mérkőzés. Wow! Micsoda meccs volt ez. Az osztrák hegyomlás és a botrány hercege között, de végül BT az, aki meg tudta nyerni ezt a mérkőzést. Nagyon szép győzelem annak az embernek, aki ki fogja hívni majd a véres november főmérkőzésében Hős Antalt. Hát wow! Nem találom a szavakat, hogy tudta ezt így visszahozni, ilyen hirtelen, így a semmiből BT. Nagyon kemény volt, és megérdemli BT a győzelmet. A mérkőzés győztese itt a Mai Underground-on, Mai Underground főmérkőzésében, nem más, mint a botrány hercege, Tóth Bence BT. Köszi srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint gyertek vele Discord szerveremre, és akkor biztosan értesülni fogtok az ehhez hasonló tartalmakról, továbbá részt vettek szavazásokon is, illetve feltehetitek a kérdéseiteket a kérdések csesztobába, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok nektek válaszolni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet, sziasztok! Hello!